A palohalmi gyűjteményekben kimagasva jelentőségű és a 19. század közepétől folyamatosan jelenlévő fotográfia építkezik az eddig bemutatott portrékészítési hagyományokból, azonban műfaji sajátosságai miatt az addigi képmás kultúrát jelentősen árnyalja. Szent Benedek napján nyitotta meg új Imágó című kiállítását a Pannonhalmi Főapátság. A gazdag képzőművészeti gyűjteményből válogatott anyag ritkán látható a közönség számára, hiszen a legnagyobb részük a látogatóktól elzárt területen található. A különleges kiállítás jelentőségét az érdeklődők létszáma is tükrözte, hiszen rengetegen voltak kíváncsiak a tárlatra. Visszanyúlunk a 1786 II. Józsefi feloszlatás elő, onnan is vannak már csodálatos portréink, zömében 19.-20. század, itt vagyunk a 21. századnak a másik évtizedében, és a kiállításhoz tartoznak diákjainknak a fotói, képei, digitális képei, saját magukról, tanáraikról, vendégeinkről. Tehát ez pontosan ez az üzenete, hogy a múltból, a mán keresztül a jövő felé megyünk. A kiállításon a portré használatát és funkcióit hangsúlyozták, hiszen visszautal arra is, hogy az arckép mitikus eredete szerint az arc lenyomatát, illetve árnyékának körülrajzolását tekintették a portré ősi formájának. Azt gondolom, hogy mindenkinek, aki amikor ránéz egy portréra, akkor van egy olyan alapvető váltás, hogy ismerjük-e azt, akit ábrázol ez a kép. Van-e eleve egy közvetlen viszony vele, esetleg egy közös emlék, vagy egy közös múlta, a közös történet valahogy összekapcsol bennünket. És akkor automatikusan általában feltódulnak ezek az érzések. Külön érdekesség, hogy a gyűjteményben megtekinthető az a közel 200 éves Kínából származó játék is, mely Tangram névre hallgat. A tárlaton kiemelt figyelmet kap a lónyai hagyaték, illetve a szerzetesi hagyatékokban fennmaradt 19. századi arcképfotók. A portré az arckép általában emlékeztet valakire, aki nincs éppen közöttünk, és ilyen szempontból nagyon sok portré gyűlt össze itt Pannonhalmán, elsősorban festmények, másodszorban fotográfiák. A festmények között külön kiemelném azokat az izgalmas darabokat, amelyeket Vaszary János híres festőművészünk készített. Az Imágó című kiállítás fél éven át látogatható a Pannonhalmi Főapátságban.